Szavaztok, szép jó napot mindenkit, nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájával, drága feleségemmel, Szilvikével együtt. Legyen csodás a hétvégétek, egy nagyon kellemes húsos pitét hoztunk nektek, nekem nagyon nagy kedvencem. Remélem, hogyha megnézitek és kedvet kaptok hozzá, el fogjátok készíteni, csúcsfinom, nagyon jól néz ki, és akár hidegen, melegen lehet elfogyasztani. Egyetlen egy jó hír, amit így az elején elmondok, megérkeztek a Szoki konyhája első és második könyvekből is az utánnyomások, tehát bőségesen van belőle több ezer darabos mennyiség. Nagyon sokan vártátok főleg az elsőt, a másik már eddig is kapható volt, tehát aki úgy gondolja, meg szeretné vásárolni, azt tud rendelni. Na, térjünk vissza itt a receptre, ez itt a lényeg, húsos pite egy nagyon picit tarkítva zöldséggel, hiszen imádjuk a zöldségeket, meg fogom mutatni nektek ebbe a formába, hogy készül el. Hát legelsőképpen láthattok egy formát, benne egy picúnyi vajat, egy kevés zsemlemorzsát ki fogom kenni, ki fogom szórni a felesleget, ki fogom ütni belőle, nagyon sok receptben megmutattam már. Láthattok lisztet, tejet, egy kevés zsírt fogok felhasználni, petrezselymet, itt a fűszerekkel nyilván lehet variálni, petrezselymet, oregánot, bazsalikomot, egy nagyon kevés koriandert fogok darálni, borsot fogok törni, sót fogunk felhasználni. Láthattok darált hús, lisztet, sütőport, lisztet, megint egy kis mennyiségben, majd mutatom, és mondom, mikor, miért. Tehát lisztet, sütőport láthattok, a jóságos, jó, erős, zsíros tejfölt, ez nagyon fontos, vajat, tojás, sárgarépát, gyökeret, fokhagymát, vöröshagymát, zellert, és lényegében el is mondtam mindent, nem kell megijedni, hogy ennyi minden van a deszkán, hiszen nagyon nehézkes a pakolás. De meglátjátok, amikor elkezdem összeállítani a receptet, pikpak, csicsat, dildúj, el fogunk készülni, és legelsőképpen, amivel foglalkozunk, az a tészta. Egy nagyon-nagyon kellemes tésztát fogok gyúrni, pihentetjük és készítjük a belevalót. Neki is ugorhatunk a pite tésztának. Egyébként teljes mértékben hasonlóképpen készül, mint az édes változata. Hát nyilvánvaló kihagyva a cukrot és esetlegesen a citrusos dolgokat, amik egy-hét receptnél belekerülnek. Na, hát látjátok, beleöntöttem egy keverőtálba a lisztet, mindenféleképpen javaslom, és ha be tudtok szerezni valami nagyobb tálat, sokkal-sokkal kényelmesebben tudtok vele dolgozni. Nagyon fontos sütőpor, pici mennyiséget használok, de ez át legyen szitálva, majd meglátjátok, amikor szitáljátok, nagyobb darabok is benne maradhatnak, akkor nem tudjátok annyira jól eldolgozni, tehát ezt a minimális mennyiséget át kell szitálni. Hozzáteszek körülbelül egy ilyen pupos teáskanálnyi sót, ennyi, jöhet hozzá a vaj, és lényegében ezt a pár alapanyagot elkezdem összekeverni, elmorzsolni, egy olyan állagot fogtok kapni lényegében, mint a császármorzsa. A vaj az legyen félkemény minimum. Semmiképpen ne legyen teljesen folyós, vagy nagyon-nagyon puha. Meglátjátok, ez pillanatok alatt megvan mondjuk egyetlen egy perc. Utána jöhet hozzá a tojásságája és a tejföl. Meg is vagyok az elmorzsolással. Tényleg ez egyetlen egy perces munkafolyamat. Hát nagyjából a vajat, mint látjátok, ilyen állagra elmorzsoltam. Egy ilyen kis császármorzsás jelleget kaptok. Jöhet hozzá az egy darab tojásságája. Jöhet hozzá a jóságos tejföl. Belekotrom. És lényegében ezzel a két alapanyaggal össze fogom dolgozni, egy nagyon-nagyon szép és kellemes tésztát fogunk kapni. Meglátjátok folyamatába, ahogy dolgozom össze, gyönyörű szépen össze fog állni, és egy gyúrható, nagyon-nagyon jó dolgozható tésztát fogunk kapni. És már látjátok, ebbe az esetbe is gyönyörűen kezd összeállni, és miután összeállt a tészta, ebből az összedolgozott tésztával, ahogy sok-sok receptben megmutattam, ki is lehet takarítani a tálat. Ezt nézzétek meg. Nagyon-nagyon szép, hálás a tészta. Szedi össze saját magát. Ez itt a legeslegfontosabb dolog. El is készültem a tésztával, mutatom nektek pontosabban a tálnak a tartalmát. Gyönyörű szépen kitakarítottam. Na, ezt odébb teszem, és még annyit fogok csinálni. Itt a munkaasztalon körülbelül fél percig átgyúrom. Jön egy osztás, jön egy nagyobb tésztaosztás, jön egy kisebb, majd kiírom nektek pontosan, hogy milyen az arány. Lesz a pitének egy alja, egy teteje, kezi, csókolom. Mehet a zsugorfólia, két része becsomagolom.
addig készítjük a belevalót, és ezt mindenféleképpen addig tegyétek hűvösre. Egy pár perces átdolgozás, szétválasztás, mutatom nektek a tölteléket. Addig ez megy a hűtőbe. Kezdhetünk a töltelékkel, a jóságos pitének a töltelékével, nem mással, mint a vörös hagymák összevágásával, utána természetesen jöhetnek a fokhagymák. Ahogy szoktam volt mondani, ennél a receptnél se kell nagyon finomkodni, ez a gomba módozat teljes mértékben megfelel, így összeaprítjátok, egy nagyon-nagyon pici zsíron le fogom húzni, és utána tesszük rá a húsit. Na ennyi fokhagymával az a helyzet, ripiropi technológia, ahogy szoktam volt mutatni, összetöritek egy nagyon picit, utána ezt is föl lehet szelni. Ennyi. Így fogok eljárni a többi hagymával is, és azonnal dobom föl. Első körben elkezdhetjük lehúzni a hagymát, hát tudjátok, egy kanál zsíradékot használok nagyjából, volt a hűtőben egy kis sült zsír, nyilván akinek bármilyen fajta zsíradék, kacsa, libazsír van otthon, sertészsír, vagy éppen ha úgy gondolja, olajjal is tud dolgozni, vagy még esetlegesen vajjal is. Na, látjátok, hol van a zsíradék, beleteszem a vörös hagymát, fokhagymát, annyit fogok tenni, hogy egy nagyon-nagyon picit segítsünk a puhulásba, épp egy picit, na rátörök a ráállítok, bocsánat, a sószóróra, mert néha megakad, egy nagyon-nagyon pici sót, és meg is szorult ebbe a pillanatba, sót teszek rá, látjátok, ennyit, nem többet, tehát így egy kicsit hozzájárulunk, megsegítjük a hagymának, hogy minél hamarabb puhuljon meg, kb. Egy 3-4 percig össze fogom ragyasztani, egy közepes lángon dolgozok. Mint látjátok, gyönyörű szépen összerogyott a hagyma, összeesett, erre tényleg szükség van, lehetőleg ezt a pár percet tegyétek meg. Essen össze egy pici sót tesztek el, kezdjük csókolom, viszont nézésre. Na, jöhet a darált hús, és nem tudom, említettem-e már, én nagyon-nagyon szívesen dolgozok lapockával, tehát lapockát daráltam le, és itt nyilván elmondva, bármelyik darált hússal tudtok dolgozni, közepes tárcsán van átnyomva. Na, hozzá is pottyintom, ennyi, ezt elpakolom minden, és lényegében annyi a technológia, ezen a hagymás alapon körülbelül egy olyan jó 10-12 percig fogom pirítani, átforgatva, itt már lehet egy picivel magasabb hőfokra is fölmenni, menet közben megyek, és elintézem a zöldségeket, egyszer le fogom reszelni őket. Erre azért nézzetek ide, nehogy odaégjem. Miközben pirul a hús, is említettem volt nektek, foglalkozunk a zöldségekkel, annyit kell tenni, és itt elmondva, akinek van kedve, nyugodtan apura összevághatja. Én egyszer meg szoktam fogni egy ilyen reszelőt, tényleg semmi kombináció nincsen benne. A legnagyobb luku reszelőn egyszerűen át fogom tolni, és így megy majd a jó kis lepirult húshoz. Nézzétek meg, ennyi a technológia. Semmi bonyolult dolog nincsen benne. Úgy a gyökeret, sárgarépát, és az ellert is le fogom tolni. Ez a formáció. Eltelt az első időszak, és nagyon jó látni, Szilvika mutatja nektek, elkezdett teljes mértékben zsírjára visszapirulni a húsi, ez nagyon fontos dolog, és az egész recept folyamán nem is teszünk hozzá vizet, majd egyetlen egyszer jön egy kevés tej hozzá, amikor megstalboltam, azt majd mutatom maga idejébe, tehát egy a lényeg, kijön a húsból is nedvesség, kijön a zöldségből is, nem kell fölönteni, abszolút nem kell elfolyósítani ezt az anyagot, és majd mutatom miért, tehát egy nagyon kellemes panádot fogok létrehozni. Na, jöhet a zöldség hozzá, a zöldség keverék, ez kb. Egy jó 230 g, többet nem szoktam hozzátenni, hiszen húsos pitét készítünk, de hát mutassuk meg benne a zöldséget, mi nagyon-nagyon szeretjük. Tovább fogom pirítani, utána jöhet a fűszerezés. Gyönyörű szépen pirul az egyvelegünk, nézzétek meg, tényleg érdemes ezt így összerakni, főleg aki szereti a zöldségeket, aki esetleg nem, az egy picivel több darált hússal tud dolgozni, azt is ki fogom nektek írni, hogy mennyivel többel. Na de higgyétek el, érdemes belevinni a zöldséges ízeket, hiszen, és ne tegyetek bele vegetát, ne tegyetek bele delikátot, nem kell bele húsleves kocka, ettől a zöldség halmaztól, plusz a fűszerektől, amit majd beleteszünk, higgyétek el, megkapjátok azt a bizonyos és maximális törődést. Na, jöjjön egy kis petruska, ennyit teszek hozzá, teáskanállal dolgozom, jöjjön egy kis bazsalikom, egy csapott teáskanál, jöjjön egy kis oregano,
csapott teás kanál, nem kell több bele. Jöhet a jóságos koriander, darálunk bele egy keveset, nagyon-nagyon jól illik hozzá, ennyi körülbelül. És jöhet bors, hát itt megint csak meghatározva, fekete-fehér rózsabors, zöldbors, fehérbors, amit ti gondoltok, amelyik a kedvenc. Én most feketét darálok bele. Körülbelül ennyi, tovább fogom pirítani, innen még körülbelül jó 10-12 percig, jön a stalbolás, azt is mutatom nektek. Vizet nem kell hozzátenni. Pontosan inkább, hogy ki kell hajtani belőle a vizet. Csak zsírján pirguljon az egész. Nagyon-nagyon kellemes illatok vannak. Eltelt a második pirításos szakasz, nézzétek meg, csodálatos az áru, mosolyog az áru. Annyit fogok most tenni, ráteszem ezt a kevés lisztet, ez két evőkanál, két ilyen fél pupos mondhatnám. Annyit meg lehet tenni, tudjátok, stalbolunk, épp a tetejét egy nagyon-nagyon picit el lehet igazítani. Át fogja járni a forró zsírgőz, körülbelül fél perc, 40 másodperc után össze lehet keverni, jöhet rá tej, kezi, csókolom, megvan a nagyon finom panád, hűlni hagyjuk, és rakhatjuk össze ezt a finomságot. Fél percet várjatok, és itt egy picit le is kell halkítani a tűzhelyet. Ismét tovább léphetünk, és látjátok, már csak nyomokba láthattok lisztet, lényegében a zsírgőz által elkezdett eltűnni, pontosabban felszívódni. Na most ebben a helyzetben bátran át lehet keverni az összeset, pontosabban az egészet. Egy nagyon picit, ha gondoljátok, oda is lehet pirítani a biztonság kedvéért, de hát határozottan mondom nektek, ilyenkor már nincsen liszt csomó benne. Ennyi az egész, átkevertem. Jöhet a megadott mennyiségű tejci hozzá, fölöntöm, és körülbelül egyetlen egy perc, másfél percig át fogom forralni, át fogom főzni. Meglátjátok, egy gyönyörű szép ilyen panádot fogunk kapni, ami akár ilyen merőkanállal, vagy kanállal, ételmi kanállal, fakanállal gyönyörű szépen kenhető lesz, és ezáltal nagyon-nagyon szépen tudunk majd vele dolgozni. Na, rácsavarok egy kicsi hőfokot, és ki se kapcsoljuk a kamerát, csak hogy lássátok, érezzétek ezt a fajta törődést, hogy mi születik belőle, és nyilván majd egy nagyon-nagyon picit hagyni kell hűlni, mielőtt összerakjuk az ételt. Látjátok, erről beszéltem, gyönyörű, szép, kenhető az egész, és miután ez egy picit meghűlt, kihűlt, akkor még jobban tudunk vele dolgozni. Lassan meghűlt a húsos töltelékünk, kijöttek a gombockák a hűtőből, kivajasztam, kimorzsáztam a formát, egyszerűen ki kell kenni, egy pici morzsával meghinteni, a maradékot ki kell ütni belőle, ennyi a lényeg. Jöhet a nyújtás, aképpen egy nagyon-nagyon pici lisztet teszek a tészta alá, teszek rá is egy picúnyit, hozom a fát, és egyszerűen elkezdem kinyújtani. Na most itt egy a lényeg, és én nem szoktam méricskélni, akinek esetleg könnyebb ide fölé tehet, és nagyjából látja az arányokat, tehát egyszerűen meg fogom nyújtani a tésztát, nagyon-nagyon óvatosan, szépen, kereken nyújtunk, ha lehet. Ha nem, akkor majd mókolunk egy picit rajta, és majd azt is megmutatom, hogy milyen szépen lehet mókolni rajta, mert kezelhető és nagyon-nagyon jó minőségű a tészta. Látjátok, az előbb rám is ugrott. Ennyire jó. Na, nézzük meg. Körülbelül fölé teszem, és ugye annyira kell számítani, hogy itt az oldalára egy kicsit ki kell húzni, tehát Zoli bácsi még egy nagyon-nagyon picit operál rajta. Ennyi. Itt egy kicsit meg is gyaláztam a tésztát. Tökéletes. Ennyi a vége. Hozok magammal egy kis lapátot. Egy nagyon picit itt megkönnyítjük a játékost. Közben török, zúzok. És egyetlen egy mozdulattal mutatom nektek, bele fogom emelni. Nagyon-nagyon korrektül, akár egy sodrófára föl is lehet tekerni az egészet. Na, belepottyantom, mi itt a lényeg, és mutatom ezt nektek, hogy nagyon-nagyon szépen kezelhető az egész. Nézzétek meg, pár mozdulattal szépen el fogom egyengetni, és gyönyörű szépen itt az oldalára ki fogom húzni, ennyi a történet, semmi flaxni nincsen benne. Na, hamarosan hozom a húsit bele. Dolgozhatunk tovább. Egy nagyon picit vártam még a húsra, hogy hűljön ki. Langyos volt, inkább teljesen jéghidegre kiütöttem. Tényleg így lehet a legjobban vele dolgozni. Na, mielőtt elkezdeném belelapátolni,
pár mozdulattal adunk egy kis légcsatornát a tésztának, hiszen szükség van rá, és ezt természetesen majd a főső rétegnél is meg fogom tenni. Itt ebbe az esetben oldalt nem kell megszurkálni. Na, jöhet a töltelék, óvatosan belepakolom. Itt talán arra kell odafigyelni, ha mondhatom nektek, hogy ne szakítsátok szét a tésztát, tehát tényleg óvatosan kell eldolgozni a tetején. Belelapátolom az összeset, gyönyörű szépen el fog férni. Egy ötletet adva nektek, és ha esetleg valami miatt túlkészülne ez a töltelék, akkor ezt bátran egy szendvicsre, egy meleg szendvicsre rákenni, fantasztikus, vagy pontosabban egy kenyérre rákenni sajta, és utána besütni meleg szendvics gyanánt, tökéletes. Na, ennyit szerettem volna mondani. Ezt így el lehet dolgozni, tökéletes. Levesszük a fakanáról ezt a pici mennyiséget, és elkezdek dolgozni vele, ami azt jelenti, gyönyörű, szépen és egyenletesen el fogom kenni benne. Utána nyújtom a tetejét. Ennyi az egész, nézzétek meg. Aki piros paprikával szeretne dolgozni, előre szólok, mivel a piros paprika zsírban oldódik, számítson arra, hogy akár át is áztathatja a tésztát, tehát zsíros lesz az egész lepény, ezért nem igen javaslom azt. Na nézzétek meg, el lehet ismételten mókolni vele, az egyenletesség jegyébe. Szépen széthúzom, nagyjából egyenletes legyen. Na most tudjátok, hát házi készítmény, ha mégse, nem történik semmi baj. Tökéletes. Na hát az öreg szemeimmel ennyit meg tudtam tenni az ügy érdekében. Hozom a tésztát, egy kis hintés, egy kis szórás, kezit csókolom, nyújtom a tetejét. Ugyanúgy, mint az előzőekbe. Meg vagyunk a felső lappal is. Gyönyörű szépen kinyújtottuk. Hát én is nagyjából ide helyeztem látni, hogy mekkorát kell készíteni. Ha túlnyújtanátok, az nem annyira kellemes, nagyon-nagyon sok lenne itt a tészta. Na, ismételten, egy picit rendet csinálva, jöhet egy nagyon pici kis segítség, megmozgatom a tésztát, és egyetlen egy lendítéssel ráteszem a tetejére. Nem baj, ha így érkezik, ebben nem kell foglalkozni, hiszen amikor már főhelyeztétek, nagyon szépen rendet lehet csinálni, kezit csókolom, ezt nézzétek meg. Na, most itt nincsen vége a dolognak. Ahol a két tészta összeérkezik, összekapcsolódik, egyszerűen ilyen kis csípkedéssel, hát mondhatnám azt is, hogy megdíszítem, de összedolgozom a két tésztát. Egy nagyon picit csípdessétek össze, nagyon jól fog kinézni, miután megsül, és szükség van rá, hogy nagyjából ez a két tészta összeérjen. Tovább is léphetünk, és látjátok, már föl is kevertem egy tojássárgáját. Aki gondolja egész tojás, de higgyétek el, sokkal szebb lesz, ha csak tojássárgájával dolgoztok. Mi itt a lényeg, és nagyon fontos elmondanom, egy ilyen piténél, főleg egy nem magas piténél, és egy ilyen vékony tésztánál. Ugye kétféle eset lehetséges, az, hogy megszúrjátok, bekenitek tojássárgájával, mi történik akkor? Hát azokban a lukakban, amiket ejtetek a villával, szépen becsorog a tojássárgája, és ugye az a hatás pont elmarad, amire vártok, hiszen a gőzöknek távoznia kell. Tehát azt javallom nektek elsőképpen, kenjétek meg tojássárgájával, várjatok egy 6-8-10 percet, tegyétek addig hűvös helyre, a tojássárgája egy nagyon picit szikkadjon meg, húzzon meg, és utána jöjjön a villaművek. Na, ennyi az egész. És nézzétek meg, hogy csak sárgájával dolgozom, hát valami fantasztikus. Gyönyörű szép színe lesz, meglátjátok. Mint látjátok, nagyon szépen megszikkadt rajta a tojássárgája, nem teljesen egészében, és egy 5-6-8 percet vártam. Nem nagyon foglalkoztam az idővel, ne tovább sietnem kell majd hamarosan el. Na, de ezt a receptet még végigviszem nektek. Jöjjön a szurkapiszka, egyszerűen megfogom és nézzétek meg. Körülbelül ilyen szakaszonként szépen elkezdem megszurkálni. Elő van melegítve a sütő 180 fokra. Ez azt jelenti, 60 percig fogjuk sütni, 55-60 perc, és meglátjátok, fantasztikusan fog kinézni. Na, itt lehet váltani egyet, kezit csókolom, lehet szurkálni,
és meglátjátok, kisült állapotába is fantasztikusan fog kinézni, és mint elmondva, látjátok, hát ilyenkor nincs esély, hogy belefolyjon a tojásságája. Hoppá, Zimi, megyünk a sütőbe, mutatom a végeredményt nektek. 60 perc elteltével mutatom nektek a végeredményt, nézzétek meg, csodálatosan megsült ez a szépséges húsos pite. Annyi a technológia, egy nagyon picit várunk a szokás szerint, és majd megmutatom nektek, hogy milyen kis formába sütöttem, lényegében varázsforma. Gyönyörű szépen az egészet alulról ki tudom emelni. Kérek tőletek egy 4 óra 20 percet, kiemeljük, utána is még tovább hűtjük egy nagyon picit, és gyönyörű szépen már föl tudom szeletelni. Csodálatos lett, nézzétek meg! Fantasztikus! Mielőtt kitálalnám ezt a finomságot, megmutatom nektek ezt a formát, amit én azt mondom, érdemes beszerezni, és nem csak húsos pitének, akár meggyes, almás pitét lehet benne készíteni. Mi itt a lényeg? Egy nagyon picit meghűlt, de viszont az alja még tűzforró. Annyit teszek, magamra húzom, és nézzétek meg, gyönyörű szépen egyetlen egy mozdulattal ki tudtam emelni belőle, és innentől kezdve már így hűl a pite. Na, előre is kotrom, nézzétek meg, csodálatos, leveszem a karikát a kezemről, és ugye hát láttátok, ennek is van értelme, vajazásnak, morzsázásnak, nem ragad oda, gyönyörű szépen ki lehet emelni. Ebben az esetben hagyom még egy picit hűlni, utána fogom felszeletelni. Hát magába látjátok, gyönyörű szép a látvány, fantasztikus illatok vannak, és majd ha felszeltem, meglátjátok milyen a verseje. Érdemes elkészíteni. Szoki szokás szerint egy nagyon gyors búcsúzás, ahogyan azt megszokhattátok tőlem, tényleg pikpak elbúcsúzom, na de mielőtt ezt megtenném, megmutatjuk nektek a végeredményt, ami az én gondolataim szerint nagyon szép lett, nagyon kellemes a pite. Nekem az egyik személyes kedvencem a húsos pite, és elmondtam nektek, akár nyugodtan lehet variálni, akár zöldség nélkül csak húsokkal tölteni, akár csak bezöldségelni a pitét, úgyis nagyon finom, májasan is lehet készíteni. Rátok van bízva, mi a kedves nektek. Látjátok, kivágtam egy szeletet, szoktam volt említeni nektek az ilyen tésztáknál, egy picit hagyjátok, hagy hűljön, akkor lehet a legelegánsabb, legszebb szeletet kivenni belőle, kiszelni belőle. Ez csak egy tanács, de hát innentől kezdve, aki elkészíti, és azt gondolja, hogy neki esik egy nagy kanállal, úgyis teljesen tökéletes. Nálunk ma ez a vacsora, egy nagyon pici és jéghideg tejföld társaságába le fogunk ülni, így fogjuk elfogyasztani. Na, mielőtt elbúcsúznék, még egy mondat, mint tavaly is kim voltam a Konstrumán, idén kin leszek a Pap Lászlóba, a konyha kiállítás március 3-án, 4-én, 5-én, ott fogok vagy 8-10 sütővel sütni, forró levegő sütővel, aki gondolja, látogasson meg, sok-sok finom terméket fogok elkészíteni, péntek, szombat, vasárnapra fog esni, aki gondolja, ott megtalálna. Lehet kapni a könyv első részét, mint említettem a videó elején, ha említettem, remélem említettem, a második folyamatosan kapható volt eddig is, tehát aki gondolja, most mind a két kötetet meg tudja vásárolni, és amúgy a konyha kiállításra is viszek ki egy vagonnal magammal. Tudok dedikálni, elbeszélgetünk, ha lesz időm, mert lehet, hogy innen oda, onnan ide fogok szaladgálni. Na de, hát a munka a lényeg. Jó egészséget kívánok, vigyázzatok magatokra, hamarosan ismét találkozunk. Próbáljátok ki ezt a fantasztikus pitét, szevasztok!